Virágfűzér bárki kaphatja, már általában a virágfűzér oltárról van, és hogyha oltárról, Krisnáról leveznek, ami már megvan szentelve, lelki energia, lelki fűzér, lelkivé válik, lelki természetű, és ez kedvező, hogyha bárki megkapja ezt a fűzért. Ugyanakkor, hogyha valaki leckét tart, akkor ő képviseli a Vyasadevet, aki megírta a védikus írásokat, akkor illik ajánlani ennek a személynek egy fűzért, lelki tanítómesternek, amikor érkezik, vagy szanyászinak adjunk a virágfűzéreket, mint egy, hogy mondjuk, tisztelt vendégek. Mint amikor vannak díszvendégek, akkor vagy VIP vendégek, azok kaphatnak virágfűzért. Ez egy Indiában ez nagyon-nagyon elterjedt, és szép kultúra. Szóval egyik szemszögből bárki viselheti, nagyon kedvező az másik, amikor mi tiszteletet kifejezünk, akkor följebb felsorolt személyeknek adhatunk.